Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai beszélgetésünk címe: Mi lesz veled, Germánia? Arra gondoltam ugyanis, hogy szenteljünk egy beszélgetést Németországnak. Németország Európa vezető hatalma, most már körülbelül 1200 éve a németség az európai kontinens meghatározó nemzete, és ez a nemzet most bajban van, nagy bajban. Valószínű 1200 éves történetének talán legsúlyosabb kihívásai előtt áll. Káoszba és anarchiába látszik hullani, elvesztvén nem csak azt a vezető szerepet, amelyet Európában hát mindenképpen több mint 1000 éven keresztül betöltött, hanem önmagával való azonosságának szinte minden meghatározó mozzanatát. Visszafordíthatatlannak látszó népesedési válság, és hát ha népesedési válságba kerül egy ország, egy emberi közösség, annak nyilván az oka, hogy valahol lelki, erkölcsi, szellemi értelemben rendült meg az a legmélyebb talapzata, amely minden alapvető minden emberi közösséget meghatároz, hiszen azért minden emberi közösség számára a legfontosabb létfeladat mindenféleképpen az, hogy világra hozza és testi-lelki egészségben felnevelje a következő nemzedéket. Ha erre nem képes, vagy fogalmazunk úgy, ha erre sem képes, akkor hát értelemszerűen egy idő után minden további kérdés, némi cinizmussal fogalmazva, okafogyottá válik. És Németország, a német nemzet egyre kevésbé képes erre. Az egész migrációs, majd erre visszatérnék még kicsit részletesebben, migrációs mizéria. Az a most újra felkavarodott botrány, ami még 2013-ban játszódott le, hogy kiderült, hogy a legfőbb német állami vezetők legtitkosabb mobiltelefonját rutinszerűen lehallgatja az amerikai nemzetbiztonsági hivatal. Akkor is kerekedett persze belőle némi botrány, most ki tudja, miért melegedett fel újra. Másrészt van egy újabb szál, hogy hát belső segítők is voltak, a dán titkosszolgálat készségesen segítette az amerikai birodalmat abban, hogy a német vezetők lehallgathatók legyenek, de ezek csak apró jelenségek a lejátszás technikai felszínen, amiben pedig iszonyú erejű tektonikai örvénylések zajlanak. Az a Németország, amely tehát több mint 1000 éven át Európa meghatározó hatalma volt, és formálisan persze ma is az a lejátszás technikai felszínen továbbra is rendkívül erős gazdaság, tehát úgy a formális sikerkritériumok alapján valójában többé-kevésbé rendben van Németország, de közben pedig lelki, erkölcsi, szellemi értelemben szétesik, elveszti önazonosságát, múltját, kultúráját, egyre inkább feloldódik egy multikulturális moslékban, tisztesség, nehesség szólván az újabb nemzedékek semmit nem értenek, nincs is már miből érteni, hiszen ha nincs múlt, nincs önazonosság, nincs kultúra, akkor ugyan az új nemzedékek mibe tudnának belenőni. Lassan hova tovább meg sem születnek ezek az új nemzedékek. Miért is születnének meg? Hiszen hát importból is biztosítható az új nemzedék, és a Willkommenskultur, tehát a migránsok, akármennyi migráns előzékeny beinvitálása ott 2015-ben pedig egyértelműen arra utal, hogy a német elitek már kísérletet sem tesznek arra, hogy egyáltalán megvizsgálják azt a kérdést, hogy hát bocsika, de mi lenne csak úgy az exotikum kedvéért, ha megvizsgálnánk azt a lehetőséget, hogy talán mi, a németség, hát saját, szándékosan fogalmazok, cinikusan, tehát saját előállításban, saját gyártásban is előállíthatnák a jövő nemzedékét, és mondjuk nem az importra rendezkednénk be, de legalábbis mondjuk nem Észak-Afrikából, vagy Dél
vagy Dél-Ázsiából akarnánk importálni a jövő nemzedékét, a jövő német nemzedékét. Tehát olyan dolgok zajlanak, és ez megmutatkozik a politika világában is, egyre inkább az extremitások erősödnek. A zöld párt egyértelműen extremitás, tehát a mindent elpusztító, a múltat végképp eltörölni pártja, amely felszív minden pusztító, anarchista, minden identitást felszámoló, hagyományos kultúrát felszámoló erőt, és ez értelemszerűen persze erősíti a másik oldalt is, az alternatíva Németországért pártot, ami hát jobboldaliként, de hát megint a hamis meghasítottság próbálna valahogy megállt parancsolni ezeknek az elképesztő erejű sötét energiáknak, valami kevés sikerrel, de ettől ez még persze egyáltalán maga a szándék is, különösen Kelet-Németországban, egyes helyeken már az első helyen van ez az alternatíva a Németország. Tehát láthatólag a politika világa is egyre inkább anarchiába fullad, és szeptemberben választások lesznek 16 év után. Merkel, akárhogy is nézzük, Helmut Kohl és a vaskancellár után a harmadik leghosszabb időt ebben a hivatalban töltő miniszterelnök, tehát kancellár, tehát ezzel egy korszak mindenféleképpen lezárul, és láthatólag a helyére lépő személyesen is, és strukturálisan, intézményesen is a helyére lépő eliteknek nemhogy koherens narratívája nincs a helyzet elbeszélésére, hanem láthatólag fogalmuk sincs arról, hogy egyáltalán valamit el kellene beszélni, és hogy szükség lenne egy olyan elbeszélési módra, amelyel felelősségteljesen szembesítik a német uralmi elitek, a német társadalmat azzal, hogy milyen helyzetben is vannak. Tegyük fel tehát mi is ezt a kérdést, hogy hogy csúszott bele ebbe a helyzetbe Németország, és hát vicces, tudom, hogy akkor 1000 évre, sőt, hát 1200 évre megyünk vissza, de néhány mozzanat érdekében azt hiszem érdemes egy ilyen 1200 éves áttekintést véghez vinni, még akkor is, hogyha néhány percben, ez persze elég mulatságosnak látszódhat. Közel 1000 éven keresztül létezik és meghatározó hatalom Európa kellős közepén az a valami, amit német-római birodalomként ismer a történelem, ez a szakrális német nemzet. Ez az az alakulat, ami 1000 éven keresztül a köztes Európa számára, ahová mi is tartozunk, a nagy nyugati birodalom, és aztán persze keleten is van mindig egy birodalom, és ennek a térségnek, ahová tehát tartozunk, közép- és kelet-európának szoktuk mondani, de talán szerencsésebb köztes Európát mondani, nyilván döntő fontosságú az, hogy mi történik Németországban, mi történik Németországgal, és azért is gondoltam, hogy egy beszélgetést mindenféleképpen szentelni kellene ennek a kérdéskörnek, és aztán szeptemberig valószínűleg többször is érinteni fogjuk ezt a kérdést, mert nagyon nem mindegy, hogy a szeptemberi választásokon mi fog történni Németországban. Tehát 1000 éven keresztül létezik egy szakrális birodalom, amely azért a létezésének az utolsó harmadában, tehát az 1500-as évektől, hát formálisan 1806-ban szűnik meg ez a birodalom, de tulajdonképpen már a 30 éves háborúban 1618 és 48 között megrendül, és ennek az az oka, hogy harapófogóba kerül, délről a Mediciek, tehát két pénzhatalmi, globális pénzhatalmi diktatúra közelít, az egyik délről a Mediciek, és ennek azért van jelentősége, mert Medici pápát választanak 1513-ban, és aztán 1519-ben a Fuggerek finanszírozásában lehet már csak császár 5. Károly, a Fuggerek aztán néhány évvel később figyelmeztetik is rá, hogy hát ne vicceljen, szóval legyen szíves pontosan teljesíteni a Fuggerek utasításait, hiszen ők finanszírozzák ezt a projektet, ezt a
császárság projektet, az ő ma körülbelül 80 milliárd forintnak megfelelő kenőpénzük nélkül, amivel a hét választófejedelmet kellett, hát hogy is mondjam, csak jobb belátásra téríteni. A pártfinanszírozás úgy látszik akkor sem működött tökéletesen. Szóval, tehát gyakorlatilag a 16. században, 1500-as években már látszik, hogy a szakralitásnak híre hangva sincs. És ez vezet oda, hogy egy német szerzetes, aki Rómába látogat, és iszonyatosan felháborodik azon, hogy fogalmazunk úgy, globális megbocsátásipari művekként üzemeltetik a búcsú cédulák rendszerét, vagyis ha elég pénzed van, akkor természetesen bármilyen bűnt elkövethetsz, hiszen ezért a pénzért megvásárolhatod a feloldozást, aminél képtelenebb dolgot elképzelni se lehet. A Medici család hát 10 milliárd dollárokban kifejezhető összeget kaszál ezen a projekten. Tehát innentől kezdve teljesen érthető, hogy ez a német szerzetes, bizonyos Martin Luther, Luther Márton mód felett felháborodik mindezen, és hazatérve elindítójává válik egy olyan mozgalomnak, amelyik reformálni akar, de ott a reform az nem megújulást, hanem visszarégiesülést jelent, tehát szeretné visszaalakítani, vissza a szakralitáshoz, ez az alapvető célja. De sajnos nem egészen ez válik valóra. A következő évszázadban csak növekszik a feszültség, és aztán felrobban ez a feszültség a 30 éves háborúban, 1618-tól 48-ig. Mindkét fél a keresztényi szeretet nevében öli egymást halomra. Vannak olyan területei az akkori Németországnak, ahol a népesség több mint fele belepusztul ebbe a háborúba. Ezt az iszonyatot még valamennyire túléri a birodalom, de ezzel a világ nem létező urai világossá teszik a szakrális birodalom számára, hogy hát a továbbiakban szerencsére, ahogy a fuggerek is megfegyelmezték 5. Károlyt, hogy szerencsésebb volna, hogyha pontosan betartaná a nem létező globális pénzhatalmi rendszer. Itt ennek a végén már a Rothschildok az uralkodók, ott az 1600-as évek végén, akkor már azért ugye kivégeznek egy királyt Angliában 1649-ben, tehát sokasodnak a jelei annak, hogy nem viccel a globális pénzhatalmi rendszer. Formálisan a 18. században még létezik ez a szakrális német nemzet, de aztán 1806-ban hivatalosan is, lényegében 1000 év után, Nagy Károly utáni 1000 évet uraló német-római birodalom, az első német birodalom elsüllyed. Aztán feltámad annyiban, ez már persze egy szigorúan ellenőrzött, a világ nem létező urai által szigorúan ellenőrzött államnemzet, de azért még úgy látszik a szak 1870-ben, és aztán ezt 1918-ban számolja fel ez a bizonyos nem létező világerő. Méghozzá azért, mert elköveti azt a végzetes hibát, ez a második német birodalom, ami nem nevezi meg magát, persze, az majd a harmadik birodalom lesz. Tehát ez a második német birodalom 1870-től 1918-ig létező második német birodalom, egy szigorúan ellenőrzött államnemzet, elköveti azt a végzetes hibát, hogy úgy gondolja, hogy ő következik a világbirodalmak közötti sorban. Van is ebben valami logika, mert ugye portugálok, spanyolok, franciák, hollandok, britek, és hát ki más következne ezután? Már mindenki volt, nyugat-európai kereskedő és bankár nemzetként egy 100 évre világbirodalom, hát a németek következnének. A világ nem létező urai azonban egy kicsit másképp gondolják ezt, mert szerintük viszont az Amerikai Egyesült Államoknak kell következnie. Nyilván eljuttatnak diszkrét figyelmeztetéseket a német eliteknek, hogy nem volna igazán szerencsés, hogyha ők továbbiakban is ragaszkodnának ahhoz, hogy legalább egy évszázadra világbirodalom lehessenek, ha mondjuk a portugálok,
hollandok esetében ez lehetséges volt, akkor talán mondjuk Németország is logikusan formált jogot arra, hogy legalább egy évszázadra világbirodalom lehessen. Ám a világurai egy újabb 30 éves háborúval próbálják megtanítani Németországot arra, hogy semmi esélye arra, hogy akár csak egy évszázadra is világbirodalom legyen. Ez az újabb 30 éves háború 1914-től 1944-ig, 45-ig két szakaszból áll. Az első részét első világháborúként ismerünk, ekkor számolják fel a második német birodalmat 1918-ban. És aztán, mivel a németek továbbra sem nagyon hajlandók letenni arról a törekvésükről, hogy léci, legalább egy évszázadra én is hagyd legyek már világbirodalom, ezért ennek a 30 éves háborúnak a második szakaszában, amit a történészek második világháborúnak szoktak nevezni, megsemmisítik a harmadik birodalmat. Ez a harmadik birodalom az egyetlen a négy német birodalom közül, mert aztán 1945 óta működik a negyedik német birodalom, tehát a harmadik birodalom az egyetlen, amelyik ezt a sorszám nevet is kirakja, illetve a sorszám név is szerepel az ön meg nevezésében, de hát ez sem menti meg attól, hogy brutálisan szétroncsolják nem csak a harmadik birodalmat, hanem ezen keresztül valójában a német önazonosság legmélyebb történelmi rétegeit. Tesznek ugyanis 1945 után egy visszautasíthatatlan ajánlatot a németségnek. Ennek az a lényege, hogy kedves németség, a saját tudásod, energiáid és szorgalmadra építve esetleg szó lehet arról, hogy újra jólétben és biztonságban, kényelemben és biztonságban élhetsz, azonban van egy aprócska feltétele ennek, és nyersen fogalmazva ez az, hogy kus legyen. Nincs történelmed, nincs múltad, nincs kultúrád, egyáltalán semmit sincs, nincs hagyomány a múltat végképp eltörölni. Ez a multikulturális moslék van, amelyet majd jó ízűen kell elfogyasztanod a előtted álló, hát kényelmes és biztonságos évtizedek során. És a németség, hát ahogy említettem, ez egy visszautasíthatatlan ajánlat, és valóban ott 1945 és 49 között azért valljuk be, elég nehéz lett volna a német uralmi eliteken belül létrejönni egy olyan erőnek, amely dacosan toppant, és azt mondja nem, hát ez mondjuk elég értelmezhetetlen lett volna. Ám, és belemegy ebbe az alkuba, de a 70-es évek közepén, tehát tulajdonképpen a 70-es évek során, mondjuk a müncheni olimpia megrendezése is már azt jelzi, hogy hát azért ugye most már a büntinek, tehát a 70-es években már azért a németség felnő egy olyan német nemzedék, amelyik azt mondja, jó, hát eltelt 20-25 év, most már lassan 30 év a háború után, már ugye most már ez egy nemzedék, tehát most ugye már azért kijöhetünk a büntiből. Nem nagyon válaszol verbálisan a világot irányító nem létező erő, annál inkább egy másik nyelven létrehozza és működtetni kezdi azt a detonátort, amit Rote Arme frakciónak, ugye Vörös Hadsereg frakcióként ismert meg a történelem. Egy olyan terrorhálózat, ami gyilkosságok tömegével, repülőgép rablások, tehát gyakorlatilag kvázi permanens polgárháborúba löki bele Németországot, még a müncheni olimpián is 72-ben azt teszi emlékezetessé, hogy egy máig is beazonosíthatatlan terrorcselekmény zajlik le ott az olimpián, és utána nincs megállás. Nagy valószínűség a világ nem létező urai, ezzel diszkréten figyelmeztetni akarták Németországot, hogy bocsika, de ez nem olyan bünti, amiből csak úgy ki lehet jönni, mert te úgy gondolod, hogy már ugye épp elég idő telt el. És aztán lehetővé teszik ugyan a német egyesítést, ez megint egy nagyon kedves történet,
De közvetlenül a német egyesítés előtt, 1989. december 30-án, hogyhogy nem, felrobban Alfred Herrhausen, a Deutsche Bank nagyhatalmú elnök vezérigazgatójának rendkívül különleges műgonddal páncélozott Mercedes-e, és hát természetesen halálát leli ebben a páncélozott Mercedesben. Ő volt a korszak meghatározó személyisége, ugyanis nem sokkal előtte, szeptemberben, 89. szeptemberében egy olyan stratégiát vázolt fel az átalakulásra, az átmenetre, Kelet- és Közép-Európa, köztes Európa átmenetére, amely, hogyha megvalósulhatott volna, hát Magyarország sorsa is enyhén szólva kedvezőben alakulhatott volna, mint ahogy az elmúlt 32 év során alakult. És vesztére ezt szeptemberben el is mondja a Valuta Alap éves közgyűlésén, és aztán érdekes módon New Yorkba várják december 4-ére, hogy akkor hát ha van bátorság, akkor mondja el ott is mindezt a nagyhatalmú külügyi bizottság, Council of Foreign Relations, tehát a nemzetközi kapcsolatok tanácsa, de hát ugye ismét olyan, mint a Bilderberg csoport, meg a többi ilyen beszélgető hálózat, de erre már nem kerül sor, mert hogy hát elpusztítják. És ettől Kohl kancellár, Helmut Kohl is megtanulja azt, amit ugye a magyar vicc úgy fogalmaz meg, hogy de miért csinálja ezt Merkel asszony, mikor egy csomó jó dolgot is csinált, miért, mitől változott meg, és erre a magyar vicc azt válaszolja, hogy Merkel. Merkel tehát láthatólag, és persze a német uralmi eliteknek minden személyisége és minden csoportja, aki ezen változtatni szeretne, az csapdában van. Azért csinálja Merkel is, mások is Merkel, mert az a világot igazán meghatározó erő, ami persze, mint tudjuk, nem is létezik, az rajta tartja a kést Németország nyakán. Számára ugyanis döntő kérdés az, és minden ide vezet, innen ered és innen vezet, hogy meg kell akadályozni egy német birodalom által vezetett Európa, Oroszország és Kína eurázsiai együttműködési rendszerét, mert ez tökéletesen okafogyottá tenné az amerikai birodalmat. Németország tehát nagyon nagy bajban van, történelmének legsúlyosabb kihívásai elé néz. Rendkívül nehéz már elképzelni, hogy a németség képes lenne azoknak az áldozatoknak a meghozatalára, amelyek ezen a lejtőn való lefelé haladását egyáltalán megállíthatnák, vagy visszafordítanák. Ha ugyanis képes volna, akkor ezt már eddig is megtette volna. Így aztán Deutschland, Deutschland, Deutschland überall lesz, ahogyan a himnuszuk kezdődik, bizony most talán úgy lenne módosítható, és ezzel végképp nem szeretné megbántani német barátainkat, hogy Deutschland unter lesz. Isten óvja Németországot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.